Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A szovjet vörös hadsereg katonái 80 évvel ezelőtt kezdték összegyűjteni Nyíregyháza lakosait, hogy elvigyék őket Málenkei robotra. Rájuk emlékeztek a napokban. Jövünk a részletekkel hamarosan, előtte azonban mutatjuk a teljes kínálatot. Mit sportoljon a gyerek? Több szempontot érdemes figyelembe venni. Emlékezés. 80 éve hurcoltak el nyíregyháziakat Málenkei robotra. Javuló foglalkoztatás. A hátrányos helyzetben lévőkről tanácskoztak. A szülők jó része pontosan tudja, mennyire fontos, hogy gyermekük minél hamarabb elkezdje a rendszeres mozgást. Gyakran azonban komoly dilemmát jelent anya és apa számára, hogy kiválasszák gyermeküknek a megfelelő sportágat. Ugyan már több mint 2 hónapja az iskola kezdésnek, az intézmények és egyesületek a tanév közben is nyitottak az új gyermeksportolók befogadására. Hogy kinek, mikor, milyen sportág ajánlott, arról a következő percekben dr. Vajda Ildikóval, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettesével, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet igazgatójával beszélgetek. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Nos, tulajdonképpen a gyereknek születésétől kezdve a mozgás lételem, és nagyon fontos, hogy végig tudjon menni ezeken a fejlődési stádiumokon. De mi az a pont, amikor eljön az az idő, amikor valamilyen sportágat érdemes választani, amivel rendszeresen foglalkozik a gyerek? Hát valóban megszületésünktől kezdve végig kell menni azokon a nagy mozgásokon, azokon a fejlődési fázisokon, amelyek genetikailag kódoltak, és hát amikor már el lehet bizonyos sportágaknak az alapjait sajátítani, ez nagyjából az első gyermekkorra tehető, a 4-7 éves kor közé, ez az óvodás időszak, amikor bizonyos sportágak, torna, úszás, síelés, tehát a téli sportok, műkorcsolya, nagyon alapokat már meg tudnak tanulni a gyerekek. Természetesen ezt aztán tovább tudják fejleszteni, de amennyiben van lehetőség rá, és a körülmények, a környezet adott, és inger gazdag a környezet, akkor gyakorlatilag szívják magukba a mozgásoknak a különféle anyagait és területeit. Egyébként van arra rálátásunk, hogy a magyar családok hány százaléka az, ahol természetes az, hogy mozgás van, akár a szülők részéről is, és mennyi az, ahol bizony nincs megfelelőképpen jelen ez. Nagyon sok rossz példát lehet látni. Számszerűen nem tudom ezt elmondani, hogy a magyar családok ehhez hogyan viszonyulnak. Én azt gondolom, hogy az elsődleges szintere a mozgások megszerettetésének a példamutatás, tehát valóban a család. Hogyha ez nem valósul meg, akkor pedig az a közeg, az a iskolai, vagy akár az óvodai környezet is, ahol a különféle sportmozgásokat, de akár a testnevelésnek, vagy a mozgásfejlesztésnek az alapjait meg tudjuk valósítani. A Nyíregyházi Egyetem testnevelési tanszéke kapcsolatban van-e óvodákkal, iskolákkal, és hát nyilván a pedagógus képzésen keresztül azért van egy kis ráhatás, vagy rálátás, hogy megfelelő módon történjen a testnevelés ezekben az oktatási intézményekben. Persze, természetesen, hiszen a módszertani óráinkon, illetve a szakmai gyakorlatokon, az iskolai tanítási gyakorlatokon, illetve az összefüggő tanítási gyakorlatokon nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a partneriskoláinkkal, illetve a gyakorlóiskolával is, és látjuk, hogy hogyan folynak ezekben az iskolákban az órák, illetve a testnevelésnek a testnevelés minőségének a megtartása. Milyen elveket vall az egyetem a testnevelő tanárok képzésekor? Hogyan viszonyuljanak a gyerekekhez, akár az ügyetlenebb gyerekekhez is a testnevelő tanárok? Mindenképpen hangsúlyozzuk azt, hogy az elsődleges szempont mind a mellett, hogy a sportági mozgásokat szeretnénk minél szélesebb körben és szélesebb alapokon elsajátítatni. Az elsődleges szempont, hogy élményt nyújtson a testnevelés óra, és
ezáltal kialakuljon a gyermekben egy olyan igény az egész életen át tartó fizikai aktivitásra, ami nagyon fontos életünk végéig ahhoz, hogy minőségi és egészséges életet éljünk. Milyen szempontok szerint válasszuk a gyerek számára sportágat, és milyen segítséget kapnak ehhez a szülők? Elsődlegesen nyilván az adott közeg, az iskola specializáltsága, vagy irányultsága, illetve a testnevelő tanárnak az irányultsága fogja meghatározni azt, hogy ott abban az intézményben melyek azok a sportágak, amelyek adottak, amelyeket esetleg iskolán vagy testnevelés órán kívül a gyermek délutáni foglalkozás keretében meg tud ismerni. De egy jó szemű testnevelő tanár mégiscsak jobban látja, hogy mi az, ami annak a gyereknek a legjobban adható vagy ajánlható. Igen, lehet aztán tulajdonképpen iránymutatást adni, hogy mely sportágban ügyesebb a gyerek testnevelés órán, és hol található olyan lehetőség, ahol ott be tud kapcsolódni a gyermek az adott sportba, vagy meg tudja ismerni azt a sportágat, amiben ő ügyes. De elsődlegesen én azt gondolom, hogy a legfontosabb a gyermeknek az érdeklődése, és az, hogy jól érezze magát abban a sportágban, hogy legyen sikerélménye, mert így lehet hosszú távon fenntartani az érdeklődését. Mennyire, vagyis hát azt gondolom, hogy nagyon figyelembe kell venni a gyereknek a személyiségét, akkor, amikor egy bizonyos sportágat kiválasztunk. Tehát nem mindegy, hogy valaki egy csapatsportot választ így rögtön az elején, vagy akár egy küzdősportot, vagy valamilyen egyéni sportágat, ahol egy kicsit úgy el van a csendes magányában az edzővel. Egyéni sportágnál sem csendes magányában van az edzővel, tehát egyéni sportágak esetében hát is csoportokban is dolgoznak az edzők a gyerekekkel, a versenyzőkkel. Mindenképpen hangsúlyozni kell a sport fiziológiai hatásain túlmenően a személyiségre, a jellemre kifejtett hatását. Tehát attól, hogy valaki egy befelé forduló típusú gyermek, attól még nyugodtan javasolható neki csapatsportjáték, hiszen ott ő tudja erősíteni azokat a személyiségi tulajdonságait vagy jegyeit, amelyek lehet, hogy éppen nem találhatók meg. Tehát a közösségben való együttműködés, a gondolkodás, az egymás iránti elfogadás, az együtt küzdés az eredményekért, ettől függetlenül nyugodtan javasolható, ha ő mégis egy kicsit befelé forduló. Ugyanakkor, ha kicsit érzékenyebb, akkor a csapattársak nyomásgyakorlása vagy kritikái lehet, hogy túl érzékenyen érintik. De akár lehet bátorító is. Tehát, hogyha olyan az a közeg, a gyermekek, illetve a pedagógus azzal a szemlélettel közelíti meg az adott csoportot vagy csapatot, hogy egymás segíteni kell, akkor ez bizony lehet, és befogadó az a közösség, akkor bizony lehet erősítő jellegű. Egy másik aspektus, hogy azért igen komoly elvárásokat támaszt a család számára is, akkor, hogyha egy gyerek akár versenyszerűen kezd sportolni. Így van, ez egy óriási feladat a család és a szülő részéről, főleg kisebb korban, amikor el kell vinni a gyermeket egy edzésre, meg kell várni, versenyekre, mérkőzésekre kell elutaztatni, vagy a hétvégét rá kell szánni. Így van, ez egy nagyon nagy feladat, de mindenképpen nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezzel megalapozza a gyermeknek az egészséges fejlődését, hiszen tudjuk, hogy a sport az nagyon fontos, főleg a fejlődési időszakban a növekedésért, az érésért, az egészséges fejlődési folyamatokért. Tehát én nem áldozatként gondolnék erre, hanem egy olyan feladatként, ami egyértelműen megtérül a saját gyermekünk egészsége szempontjából. Lehet-e a sportot túlzásba vinni? Természetesen mehet valami másnak a rovására, de azt gondolom, hogy ebből van kevesebb.
Tehát sokkal jobb lenne, hogyha minden gyermek, aki ma akár Magyarországon, vagy a világon megszületik, az életében helyet kapna a rendszeres fizikai aktivitás. Én azt gondolom, hogy nem lehet kellően eléggé hangsúlyozni, hiszen felbecsülhetetlen a hatása akár a szervezetre, a személyiségre, mint ahogy mondtam. Tehát abból vannak kevesebben, ahol valaminek a rovására megy a sportolás vagy a fizikai aktivitás. Hát nagyon sok szülő attól fél, hogy nem marad elég idő tanulni, és hogy a tanulmányi eredmények rovására fog ez menni. Mi a tapasztalat, hogy az aktív sportoló gyerekek tanulmányi eredménye az hol van azokhoz képest, akik csak a testnevelés órákon vesznek részt? Megtanítja a gyereket az időt beosztani, tehát egy rendszerességre, és megtanítja gondolkodni, tehát mind ugye itt említettem az élettani hatásait a sportnak, de azért a szellemi teljesítő képességre is nagyon jó hatással van. Tehát egyértelmű, hogy azok, akik rendszeresen sportolnak, jobb tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, mint akik csak hobbiszerűen végzik a sportolást, vagy egyáltalán nem sportolnak. Egyáltalán az agyi aktivitási szintjük így van. Emelkedik. Arról nem beszélve, hogy a kudarc tűrésük is talán megnövekszik, hiszen a sportban azért érik mindenféle pozitív és negatív hatások. Mint ahogy az életben is fogja őket érni, mindenféle stressz hatás, és erre is nagyon jó a sport, hogy azt a fajta terhet vagy feszültséget, ami a mindennapokban éri a gyermeket is, legyen az az iskolai teljesítményben megmutatkozó, vagy akár a családban, a magánéletben, ezzel akár egy feszültségoldó hatást is el tudunk érni a sportolás által. Nagyon sok sportoló gyereknél azért vannak hullámvölgyek, amikor úgy érzi, hogy elég volt, ő ebből ki akar szállni, meg hát látja, hogy a kortársak azért mással töltik az időt, ami valljuk be, főleg így a kamaszodás idején azért vonzóbbak a gyerekeknek. Mennyire kell ilyenkor a szülőnek határozottnak lenni, vagy mennyire kell engedni ezeknek a gyerekektől érkező jelzéseknek? Attól függ, mi az ok, az indok erre a jelzésre. Tehát, hogyha az az ok, hogy tartósan nincs sikerélménye a gyermeknek, akkor nyilván a szakemberek is azt javasolják, hogy érdemes váltani. Másik sportágra. Másik sportágra. Tehát semmiképpen nem arra, hogy akkor egyáltalán ne sportoljunk. De érdemes a kitartásra is nevelni. Tehát egy darabig próbálkozni, gyakorolni, megpróbálni teljesíteni, és hogyha tartósan ez nem megy, vagy nincs a gyermeknek az az adott sportághoz tehetsége, akkor érdemes váltani, és egy másik sportágat keresni, amiben lehet, örömét hogy ezt jelni. Érdemes már a legelején úgy indítani, hogy belenézni ebbe is, abba is, amabba is, és amelyik a gyereknek a leginkább testhez álló, és a leginkább vonzódik, azt amellett letenni a voksot? Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy főleg kisebb korban, tehát az első-második gyermekkor elején érdemes a sokrétű mozgásformákra hagyatkozni, tehát minél többfajta mozgásformát ismerjen meg a gyerek, és ezt követően ki fog benne alakulni az a fajta irányultság, amiben a kedvét leli, vagy az örömét leli, amiben úgy érzi, hogy ő tud teljesíteni, és sikerélménye van. És hát persze ebben azért annak is jelentősége van, hogy hol találja meg azt a közösséget, amit a magáinak érez, de ez egy újabb aspektus. Vajda Ildikó, köszönjük szépen, hogy beszélgetni tudtunk ma erről. Én is köszönöm szépen.
A szovjet vörös hadsereg katonái 1944. november 2-án kezdték összegyűjteni Nyíregyháza lakosait, hogy elvigyék őket Málenki robotra. Több mint 2000 embert hurcoltak el a vármegyeszékhelyről, közülük alig néhány százan tértek haza. Az áldozatokról a nyíregyházi északi temetőben emlékeztek meg. Az elhurcoltak emlékhelyéhez egymás után érkeztek a hozzátartozók Nyíregyháza északi temetőjébe, hogy meggyújtsák mécseseiket az egykori családtagokra emlékezve. 80 évvel ezelőtt, október 31-én foglalt el a Vörös Hadsereg Nyíregyházát, amely után az oroszok megkezdték a helyi lakosság összegyűjtését. 2000 nyíregyházi embert, férfit és nőt vittek el az utcákon összefogdosva. Olyan időt sem adva nekik, hogy összepakoljanak, elvívva a bizonytalanba, hogy aztán az ország területéről ezt még közel 800 ezer emberrel megtegyék, és az emberek nagy részének nem volt visszaút. Mert valahol útközben, vagy a gulág valamelyik részén, vagy agyonverték, vagy agyonlőtték őket, vagy betegségben meghaltak az embertelen körülmények között. Az elhurcoltak között volt Csók Árpádné nagybátyja is, akit hiába vártak haza a fogságból. Nem emlékszem rá, édesanyám testvére volt, és hát mi ebben éltünk, hogy 24 éves volt a nagybátyám, Miska bátyám, amikor megtörtént ez a szörnyűség, és elvitték. És mi ebbe éltünk tulajdonképpen ebbe a légkörbe, és az a legszomorúbb, hogy ő nem is magyar állampolgár volt, bolgár volt, és mégis belekerült ebbe a helyzetbe. És én annyit tudok, vagy arra emlékszem vissza, hogy a nagyapám, az ő édesapja, amikor megtudta, hogy elvitték őket Debrecenbe, elindult utánuk és gyalog. Nem volt semmi olyan jármű, amivel megközelítette volna azt a bizonyos laktanyát, de mire elért oda, addigra már elvitték. Vitt pénzt, meg mindent, hogy kiváltsa, és nem sikerült. De van ennek még egy nagyon szomorú apropója. Mi a 70-es években kint dolgoztunk a Szovjetunióba, 77-78-ba. És Lembergben voltunk, és akkor nekünk nagyon a lelkünkre kötötték, hogy senkihez nem szólhatunk, senkihez oda nem mehetünk, nem csoportoknál meg sem állhatunk. És hogy a férjemmel ott sétáltunk a piacon, egyszer láttam, hogy egy bácsi, hát hozzánk képest akkor bácsi közeledik felénk, és még most is előttem van, szinte meg is ismerném, ha most látnám, ahogy fel is volt öltözve egy kis gatyába, a felső teste pucér, és odajött és kérdezte, magyarok? Tehát ez 77-78-ban lehetett. És mondtuk, hogy igen. És akkor odajött a férjemhez, elkezdte simogatni az arcát. És a férjem vett annyi bátorságot, bár nagyon meg voltunk fegyelmezve, hogy senkihez nem szólhatunk. Megkérdezte a bácsitól, hogy mióta tetszik itt lenni. És a bácsi azt mondta, hogy így mondta, még a fülembe cseng, hogy régen, nagyon régen. És elkezdett sírni. De ő is távolodott tőlünk, mert gondolom, nekik se volt szabad szóba állni, úgymond turistákkal. És ahogy visszafordultam, láttam, hogy leült az útpatkára, a kezét az arcára tette, és zokogott. És én csak merem remélni, hogy a sors nem játszott olyan kegyetlen játékot velünk, hogy esetleg nem a nagybátyám volt, de ugye mi erről nem mertünk beszélni itthon. Egy idő után megkérdeztem anyukámat, és hogy nézett ki a Miska bátyám, és azt mondta, kicsi volt, törékeny, és ez a bácsi olyan volt, és olyan lelkiismert fordulásom van, hogy nem kérdeztük meg a nevét, de ő is távolodott tőlünk, mert nekik sem volt szabad velünk szólni. Úgyhogy ez egy nagyon szomorú dolog, és hát ebbe értünk ebbe. Tehát személyes kapcsolatom úgymond nem volt vele, már sajnos, de ez egy rablás volt, emberek elrablása. És hogy titokba kellett mindent tartani. És nem ő az egyetlen, mert az utcánkból a környéken, onnan a ház elől, ahol most is lakunk, onnan vitték el. Úgyhogy ez a szomorú története az egésznek. És minden évben hozom a képet kicsibe, de most úgy gondoltam, hogy most egy olyan kemény évforduló van, hogy most elhozom nagyba is, és megmutatom az embereknek. Szintén az elhurcoltakkal együtt menetelt Debrecenbe Csengeri Andrásné édesapja, akit a városházáról vittek el. Úgy vitték el őket, hogy éjszaka, Debrecenig gyalog. És ott már nem lehetett bemenni a kaszárnyába, Debrecenbe.
megszakadt minden. Tehát Nyíregyházáról gyalog vitték Debrecenbe? Igen, igen, gyalog. Mert talán a rendőrségen, vagy hol voltak, hol összeszedték őket, és onnan, hát nem nappal, éjszaka vitték őket. Vártuk vissza, mert hogy dolgozni vitték el elvileg, de a családi legenda úgy szólt, hogy összeszedték őket, mint partizánokat, mert hogy Kálló alatt nagyon sok veszteség volt, és ezért igazolásképpen szedték itt össze. Hát ugye mi gyerekek kint voltunk az utcán, láttuk, hogy hol gyűjtötték össze puskával, és jártak házról házra. Akit találtak, azt vitték, mindegy, hogy hogy volt. Ugye kiplakátolták, a hazug rendszer már ott kezdődött, hogy kiplakátolták, hogy mindenki jelentkezzen a munkahelyén. Apukám a Városházán dolgozott, elment. Ilyen idő, jó idő volt, úgyhogy csak Kiskapárba ment. Apósom meg egy vasutas volt, őt az a kapuba kiment, és akkor mondta az orosz, hogy adjon neki színvalót. Megjutott minden nap pasli, davaj pasli. Elvitték ott, azon a helyen, ő is könnyedén ment el. Hát mindenki igyekezett, mert már mondták, hogy a háború meg minden, hogy már béke lesz, és felejtették a munkát. Hát én úgy emlékszem rá, hogy utána sokáig vártuk. Voltak éppen egész Rákosi rendszerig, mert akkor nyilvánították halottnak, akkor kellett halottá nyilvánítani, mert addig a Városházától kapta anyukám a fizetést. Itt maradt 5 gyerekkel, a legidősebb 13 volt, a legkisebb meg másfél éves. Hát munka semmi. Megélhet, és mindig csodálkozik, hogy nevelt fel bennünket abban a nagy semmiségben, mert nem csak, hogy nem volt pénz, meg nem volt ennivaló, hanem munka se volt semmi. Hát nehéz volt nagyon. Mindig mondta anyukám, hogy megsegít bennünket az Úristen, szeressük egymást, mert csak így fogunk tudni érvényesülni az életbe is. És miután halottnak nyilvánították őket, azért voltak, akik mégis visszatértek. Úgy tudom, ismerte ilyet esetleg, és ez adott-e újabb reményt? Igen, mert a mi utcánkban, tehát a Bartók Béla utcán és a Váci Mihály utcáról 19 embert vittek el. Abból 2 jött vissza, az egyik vagy 2-3 évig élt, úgyhogy egy bácsi az mesélt el, hogy apukám a Fogsányiba ráragyott a prics. Ráragyott a prics, és kivitték a hulladomra. Mert ugye tél volt, ott nem temetek, hanem... De állítólag még visszament, még valameddig élt, de ott Fogsányiba halt meg. Tehát ennyit tudunk róla összesen. És ezek a bácsik nem sokat beszéltek. Nem elzárkóztak minden. Az, hogy kit láttak ismerőst, azokról mondtak információ, de hát ez úgy volt, hogy az, hogy elhurcolt, ez tilos volt egész szint szerintem a rendszerváltás. Nem volt elhurcolt. Önéletrajzba ezt nem lehetett beírni, hogy apukámat elhurcolták. Pedig az volt. Csengeri Andrásné hozzátette, akik visszatértek a fogságból, szinte semmit nem meséltek az élményeikről, sőt, az elnyomó rendszer alatt a családtagok arról sem beszélhettek, hogy valakit a rokonaik közül elhurcoltak. 80 évvel a tragédia után az elhurcoltak emlékhelyénél a város közintézményeinek képviselői mellett a hozzátartozók is elhelyezték az emlékezés virágait. A Nyíregyházi Egyetem idén először kapcsolódott be workshop szervezésével a Nemzeti Szakképzési Centrum és Felnőttképzési Hivatal projektjébe, amelynek célja a helyi eredmények megismertetése a szakmai közönséggel. Az eseményen főként a hátrányos helyzetű felnőttek képzésével kapcsolatos tapasztalatokról számoltak be az előadók. Kerülő Judit, a workshop mentora szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kiemelkedő eredményekről tudnak beszámolni a közösségszervezők. Hátrányos helyzetű felnőttek képzésének eredményeiről tartottak előadásokat a Nyíregyházi Egyetemen a Felnőtt Tanulók Hete programsorozat keretében. Nyíregyházán először rendeztek olyan workshopot, amely bekapcsolódott a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal országos projektjébe. A Felnőttképzés Hete programsorozat jó 20 évvel ezelőtt indult.
A célja az, hogy októberben, amikor ugye hagyományosan megszoktuk, hogy szeptemberben indul a tanév, ne csak az iskola rendszerű oktatásra, hanem a felnőtt képzésre is figyeljünk, az ott elért eredményekre, nehézségekre, problémákra. Ez a programsorozat úgy működik, hogy mindig az ország több településén vagy több régiójában vannak egyszerre rendezvények, és mindig olyan helyre viszik ezeket a rendezvényeket, ahol valami fontos dolog, vagy valami fontos probléma megoldására próbálnak gyakorlati alkalmazási lehetőségeket bemutatni. A Nyíregyházán most van először, és miután a Nemzeti Felnőttképzés és Szakképzési Hivatal koordinálja ezeket a rendezvényeket, ők úgy gondolták, hogy nálunk a megyében vannak olyan eredmények, amelyeket érdemes országos szinten is megismerni. Itt most bemutatjuk ezeket a jó gyakorlatokat, nehézségeket, problémákat, ami fölkerül az NSFH, tehát a Nemzeti Felnőttképzés és Szakképzési Hivatal honlapjára, és én bízom abban, hogy olyan szakemberek, akik ezzel a témával foglalkoznak, rátalálnak, és kérdésekkel, tapasztalatokkal, véleményekkel keresik meg a itteni szakembereket. A résztvevők egyrészt a hallgatónk, tehát nappali és levelező szakos hallgató. Úgy gondolom, hogy nekik a nagyon fontos, hogy megismerjék leendő szakmájukat, azokat a jó gyakorlatokat és nehézségeket, amelyekkel szembe kell majd nézniük. És vannak a szakmában dolgozók is, tehát akik ilyen területtel foglalkoznak, tehát ők is jelen vannak, és hát gondolom, hogy vannak spontán érdeklődők is, tehát olyanok is, akik az előadókkal kapcsolatban állnak, tehát barátok, ismerősök, rokonok, akik eljöttek és meghallgatják. Talán azt gondolom, hogy mindenkin, hiszen nagyon-nagyon tág a téma. Itt a romáktól, az alacsony iskolai végzettségűektől, a gyógyszertári asszisztens képzéstől, a közösségi alapítványokról egészen eljutunk a szeniorokig. Tehát én biztos vagyok benne, hogy mindenki talál olyan területet, ami az ő érdeklődéséhez, vagy a későbbi munkájához bármilyen módon kapcsolható. Közösségszervező szakos hallgatók vannak, nekik ugye az andragógia és a felnőtt képzés az egy nagyon fontos egység, témaegység, és hát a közösségszervezés maga, ami az egész rendezvénynek az egyik kulcs kifejezése. Ez nagyon sok esetben, ameddig az ember nem találkozik ezzel, megfoghatatlan. Mi az, hogy közösségszervező? Sok esetben azt gondolják, hogy ő az, aki a rendezvényeken eladja a jegyet. És itt most a hallgatók számára emberközelivé lehet tenni, és azt megélni, meg azt megismertetni, hogy milyen óriási dolog az, hogy a helyben, ahol élek, ott jól érezzem magam. Most a mostani előadás például arról szól, hogy a helyi társadalom, ami egy kicsit úgy megfoghatatlan és elméleti kategóriájú, de a gyakorlatban ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem ismerem a két házzal arrább lakó szomszédomat, mert nem volt rá alkalom, hogy bármivel mondjuk megszólítanám. És egy ilyen bál, ami arról szólt, hogy meg kellett szervezni, tehát arról szólt, hogy én hozom az erősítőt, te hozod a pogácsát, hogy mennyire össze tudta hozni az embereket. Én bízom abban, hogy a hallgatók, akiknek leendő szakmájuk lesz a közösségszervezés, találnak jó ötleteket például. Elhangoznak olyan gyakorlati tanácsok, amelyek segítik majd az ő munkájukat. Malamides Andrea andragógus azzal kapcsolatban osztotta meg szakmai tapasztalatait, hogy miként segítette az általa tartott képzés a résztvevőket a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Mindenképpen van második esély. A felnőttek, hátrányos helyzetű felnőttek képzésében dolgoztam szakmai oktatóként, és erről a jó gyakorlatokat, az esélyeket és a lehetőségeket foglaltam össze, akár a nehézségeket, sikereket. Nagyon nagy nehézségük van a munkaerőpiacon elhelyezkedni, ezért is érdemes, hogyha egy olyan ilyen szakmai képzésen vesznek részt a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű emberek. Aki az oktatást végzi, sok nehézséggel néz szemben, ezt szeretni kell, ezt a
területet, ezt a szakmát, hogy ezt jól tudjuk, végezni itt a munkánkat. Nagyon sok esetben önbizalomhiánytól szenvednek, és talán én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy az önbizalmukat visszaadjuk, és talán így akkor nagyobb eséllyel és a szakmai tudással nagyobb eséllyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon is. Én textilösszeállító képzést vezettem, szakmai oktatóként vettem részt a képzésekben. Én sikernek értékelem, hogy egy viszonylag rövid képzés után 6 ember el tudott helyezkedni ebben a szakmában. További 10 ember szintén talált munkát más területen, és 7 ember, 7 hölgy pedig úgy döntött, hogy ezen felbuzdulva tovább folytatják a tanulmányaikat, és megszerzik az érettségit. Horváth Dominik humánfejlesztő előadása egy nyíregyházi utcabál tanulságait osztotta meg a hallgatósággal, amely fontos szerepet játszott abban, hogy az ott élők közelebb kerültek egymáshoz. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket. Szó lesz többek között a férfiakat megcélzó egészségügyi prevenciós kampányról. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!